Chris Rorda, a Hágai Királyi Konzervatórium kurzusoktató professzora adott fuvola koncertet zongora kísérettel a művészeti karon. A művész nagyon keresett világszerte. Ausztráliától kezdve Németországon át Spanyolországig számos helyen tart kurzusokat. Emellett több zeneszerző is írt már külön műveket számára. Right now I am in Peach. Most, hogy Pécsen vagyok, egy olyan programot adok elő, melyben szerepel egy új fuvola darab is, amit eddig csak egyszer hallhatott a közönség a holland Martin Pedding komponálásában. Ez egy különös mű, hiszen 18 perces és 6 részből áll, ami egy fuvola szólóhoz képest elég hosszú. De kezdésképp egy kevéssé ismert szonátát adok elő. George Anteltől. Ő egy amerikai komponista, aki Párizsban dolgozott a 20-as években. Hatalmas tapasztalata volt a zenében, bár ez most nem igazán hallható, ugyanis ez egy jazz stílusú darab. Még a fuvolisták is kevesen ismerik ezt a művet, alig maradt fenn kotta. Little of that is reflected in this sonata, that's a little bit jazzy. Well, first of all, since I like them, this. Azért ezeket a műveket választottam, mert szeretem ezeket a dalokat. Azt a szóló darabot, ami külön nekem lett megkomponálva, már alig várom, hogy bemutathassam. Hiszen folyamatosan ott voltam, egyeztettünk a műről. A többi darab pedig részben egy CD-n hallható, melyeket nemrég én vettem fel. Ezek az 1920-as évekbe kalauzolnak el minket, az elmúlt években pedig sokat foglalkoztam az ilyen művekkel, főleg amelyek Franciaországban, Párizsban keletkeztek. Bár a Tafanel mű kilóg a sorból, de azt csak azért választottam, mert mint fuvolista jó érzéssel játszani. A művész egyébként a Hilversum Rádió filharmonikus és szimfonikus zenekarában is játszott, sőt külön oktatási módszert is kidolgozott, amely a fuvola kifejező készségeit állítja középpontba. Így sokat tanulhattak tőle a pécsi hallgatók.